a videóba teket fogunk faragni, ugyanis kaptam egy halloweeni teket a mamámtól, és ezt fogjuk ma kifaragni, ugye? Már nem is tudom, hogy mikor lesz Halloween, de mi már nagyon szeretnénk kifaragni, és ehhez elmondom, hogy mi fog kelleni. Ehhez kelleni fog egy karomnak lemosó, amit láttam, hogy így csak így lemossák, még így, hogy azért valamennyivel szebb legyen. Meg ugye zsepi, ami itt van nálam, egy karomlak. Itt vannak kések, csak ezeket most elhelyezek. Nem nyúlok hozzá, meg egy mécses és egy gyufa. Ez meg mi volt? Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Ezt egyedül is megbírom csinálni. Ide betúszkodtam egy zsebkendőt. Hát többet is, mert sátás vagyok egyébként. Várj egy picit. Mit mondjak? Miért kell lemosni? Nem értem. Nem tudom, én is csak láttam. De akkor szerintem egyértelmű, hogy azután kell letörölgetni, miután már kész van, ki van belezve, nem? Oké. Mert a tökben még lehet, hogy van még nedvesség is, a többi, szóval összetrutyizunk mindent. Majd amikor kész van. Oké. Nem baj? Nem. Én amúgy se értek ehhez nagyon. Mégsem mosunk le, ugyanis annak nem lenne értelme, ugyanis mindent így összekenünk ezzel az undorító kis magokkal. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, mindenféle formát lehet így, ugye erre gondoltál így, ugye? Hát elvileg egy négyzetet vagy egy nagyobb háromszöget kivágunk. Ja, ne legyen már hagyományos. Mi? Ne legyen ilyen. Mármint, hogy ne legyen ilyen kör, mert az a hagyományos. Hát kört nehezebb vágni késsel, úgyhogy... Egy háromszöget fogunk... Van egy ötletem. Mi? Flex. Vagy nem? Dehogy is! Szóval ide ki fogunk vágni egy négyzetet, vagy egy háromszöget így. Szerintem vágjunk is bele! Szóval akkor vágjunk. Közben ki is húja, vagy az akkor óra. Négyzet, vagy háromszög? Szerintem legyen egy... Vagy így egy nagy háromszög? Nem. Nem, csak négyzet. De arra figyelj, hogy így, vagy nem tudom. Hát ahogy sikerül. Háromszög. Miért? De ki fogjuk tudni belezni? Ne annyira. Nyilván figyelsz annak. Vagy hogy beljebb. Nem, hát minél nagyobb legyen, akkor nem. Oké. Úristen, de izgalmas. Oké, tovább ne. Hát, háromszor, hát lesz olyan, amilyen, nem? Hát igen. Pont jó. És már mehet el így jobbra. Hát vagy, hát merre nézed a te feléd? Néla, te kommenteld a videót. Szóval most... Nem nyúlhatsz oda, baba. Bocsi. Szóval most kivágjuk a tököt, és eléggé szép lesz, mert... Mert most miért ne látni szép a halloweeni tökünk? Yeah! Kiemelhetem én? Egy kicsit fák beljebb, vagy nem tudom. Szóval, amit láthatjátok, most nem bírtuk kiemelni, de egy kicsit beljebb kell. Ez a titka. Ez! Még vágom akkor. Igen, még vágom egy kicsit. Tisztán látszik, hogy hol nem jön ki. Mondj csak. Ne, azt ne csináld. Ja, még ott fogja. Ott, azt mondom én is. Szóval mit ne csináljak? Szóval most megint itt kivágjuk egy picit, mert nagyon hoppá.
Hát ez kitörte le ott. Ne. Ez apukám. Hát minta. Ja, minta. Húzd ki nyugodtan. Hát jó. Valami nem engedi. Vedd el az ujjad, légy szíves. Nem tudom, hogy mi nem engedi, de ezt írjátok le komolybe. Finomatok? Nem is kapom be. Ugye ferdén kéne bevágnom. Oké. Próbálkozzunk most. Beszorult. Mit? Még muszáj lesz kanállal. Hát nem tudom. A gyerekek, ezt írjátok le majd kommentbe, hogy miért. Kommentbe, hogy miért. Kommentbe, hogy miért. Minta is kellem bele. Minta is, minta. Jó, ez már amúgy már át van vágva, csak megszorult. Figyelj, baba, fog meg. Itt, te kihúzod, én meg szétfeszítem. Húzd! Nem bírom! Nem bírom a fogását. Jó, akkor ez most videón kívül lesz. Ja. Amit láthatjátok, széttört szerencsésen, ugyanis még nem volt olyan jó ez a tök. Úgyhogy most... Attól még megcsináljuk. Nem. Amíg megcsináljuk, úgyhogy megoldjuk, ugyanis több formát tudunk, ugyanis az az ötletem támad, hogy ide mondjuk kivágunk egy kicsi, mondjuk egy kört, vagy valamit, és szerintem... Ezt ki tudod húzni? Hát, voilà. Hello! Fúj, de undorító! Egyébként már tök jó száraz. Érted, tök jó száraz. Nem figyelj, vagy. Hát Cellux attól... megoldja. Mi? Cellux. Cellux? Hogyan mondanám? Pillanat. Oké. Okay. Sziasztok, amit láthatjátok, megpróbáljuk megmenteni. Nem adja fel a Halloween-i partit, ugyanis mi nem vagyunk ilyen feladós típusok, úgyhogy szerintem attól még én megcsinálom. Úgyhogy... Úristenem, ezt innen ki kell vágni? Igen. Hát ez meg hamarabb fűt! Nézzétek csak! Meg kéne fordítani egy picit. Lássam azért is. Hát ez nem bírja! Amint láthatjátok, ki van faragva, tök jó, mint, szóval amint láthatjátok, ki van belezve ez a kis, tök jó, Halloween tök, és azt akarjuk, hogy legyen több Halloween tökünk jövőre, ugyanígy itt végig, itt a falnál lesz csomó Halloween tökünk, úgyhogy nem adjuk fel, egy csomó lesz. Közben, miközben apukám itt kifaragta ezt a kis tököt, már megint azt mondtam, kibelezte. Addig én itt ezt lefestem, ahogy bírom, így rózsaszín színre, mert hát, ja, vagy miért ne? És műtétre megy ez a kis aranyoska. Ugyanis össze fogjuk valamivel fogni, nem mondom el, hogy mivel ez, majd a végén fogjátok meglátni. Ó, én nem vagyok fényes, és olyan jó érzés, akkor... Fúj! Mika undorító. Na, baba, gyere, fogd oda nekem. Fogom, amennyire bírom össze. Vagy előbb ki kéne vagdosnom, nem? Mi?
mert nem tudom, hol fogom vágni. Vagy mindegy. Mindegy. Először próbáljuk helyreállítani, amit Nila eltörött. Jaj, bakker, te is. Jaj, Istenem! Hát persze, hogy én voltam. Elengedheted a kés? Jó, most csak ideiglenesen, amíg tovább fákjuk. Most, jaj, bokker, befestettelek, hogy hozzáértél ehhez, nem tudom. Szóval, amit láthatjátok, összecelluxoztuk ezt a kis halloweeni tökünket, és nézzétek, milyen jól néz ki! Tudom, hogy nem a legjobb, de a miénk! Úgyhogy ez nem rontja el a kis halloweeni tökünket. Innen majd ez még le kell innen vágni, hogy leszakítom egy csonkos kézzel. Milyen csonkos kézzel? Hát most mi? Szóval... Fújt, undorító. Meg jó hideg is. Pedig a napom volt sokáig. Szép. Mert hát is szép. Lefogyott a kezem. Mi? Tovább faragunk, jó? Amint láthatjátok, elkezdjük kifaragni a szemét, úgyhogy eléggé jó, én addig még festem tovább ezt a kis... Ó, de menőke! Szerintem simán ki fog jönni. Ne vinyákolját a kis kutya. Nagyon fontos, hogy ne repedjen tovább a kis halloweeni tökünk. Úgyhogy... Ne! Így ne csináld! Ne! Ne! Nem meheted meg. Nem? De milyen jól néz ki! Ez nagyon tetszik, ezt is lefessük. La 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 la. Hogyha fogna is rá! Nila, dugd ide be a kezed. Mutasd az ujjad. Ide. Ez kukac. Szemgolyó! Oké, tovább haladunk. Akkor haladjunk, én addig haladok. Közel legyen, ugye? Ne legyen olyan távol neki, nem? Köbö? Az nagyobb. Jó, így. Most leszerelem szágult el. Amit láthatjátok, újra kifaragjuk a másik szemét. Az a fontos, mondom, hogy ne repedjen tovább. Én veszem ki. Ez nekem nagyon tetszik, nem tudom miért, de nagyon végre elértünk egy halloweeni tököt az életünkbe. Nagyon menő. Nekem nagyon tetszik, de hát nem is húznám a szót, majd a végén pusulom a kérünk. És közben kicsordul a nyálam, mert jól néz ki. Ha! Mi csinálunk a végén? Pusmogunk, vagy mi? Aha. Beszélünk. Ja, pusmogunk. Ez a gyerek nyelv. Lajon, ó, tudom, mit csinálok a végét. Földhöz vágom ezt. Ezt kipróbáltuk berajzolni a száját, amit láthatjátok, így jön, így járunk,
így jön le, itt is egy, és így. Ja, bocsánat, így, ugye. Nekem nagyon tetszik, ugyanis ez a Halloween-i tök az eddigi legszebb, amiket Jaj, a tavaly jössz. Ott a kés. Nekem ez a tök nagyon tetszik. Tökre. Kéne egy kicsit számoló, hogy hányszor mondom ki azt, hogy tök. Mint láthatjátok, akkor neki is látunk a... Vagy ha nem, akkor nem kell ebbe beszélni. Mert ez majd nyomunk zenét. Get ready for D5. Most apukám így megnézi, hogy ez bizony egy dupla V alak. Mint mondjuk, hát kell neki adni egy nevet a kis Halloween-i tökünknek, nézzétek. Tadám, a szája! De jól néz ki! Lehet értékelni a kommentet. Hát nem lett nagy itt, vagy ez nem számít? Nem, az nem számít. Úristenem, de jól néz ki! Ki is tesszük, este majd fel fogjuk azt videózni, hogy beleteszünk ide egy kicsi mécset. Tényleg igazad van, kell egy esti. Hogy világít nekem, ez annyira jól néz ki, hogy nem igaz, nekem nagyon tetszik. Pár baki formájában. Dupla V, akkor mi legyen a neve? Viló. Viló, jó. Hogy fiú legyen? Jó, miért a Viló az mi? Nem tudom. Az fiú, nem? Fiú? Jó, Viló. Jó. Úgy hívják a kis Halloween-i tökünket, ugyanis itt ez egy V, hát nem tudom, hogy a Viló az dupla V-e. Jó lesz annak. És úgy fogják hívni, hogy Viló a házőrző Halloween-i tökünk. Te jó! Nekem nagyon tetszik. Tudod, mire hasonlít Néla? Nem. Hát mivel van ilyen piros csík benne, Tini Ninja. Ja, tényleg. Az jó. Aha. Tudod, mi az a Tini Ninja? Persze. Csak ez sárga. Ja. Nem úgy néz ki, mint a Tini Ninja. Mondjuk ez egy lányos Tini Ninja, mert ott csináltál valamit neki. Hát, igen. Na, ez akkor egy gyors lányos, befejezzük aztán. Viló, mit csinálsz? Vilót végül is nem fogjuk most lemosni, mert... Hát most nem fogjuk, mert most mi szükség van. Viszont Vilót fel fogjuk most avatni a lány száját, ugyanis rárajzoltam a logómat, a kis pillangót, nem tudom, hogy így. A logóm. Nézzétek? Apa, gyere, állj fel. Hát gondoljátok, hogy mi a felavató része? Hát, csá, Viló! Olivás, csá, Viló! Hát, nem erre számítottam, arra gondoltam, hogy mondjuk ilyen nagyon kicsi apró darabokra, de ez is legveszi! Jó, bírja a stresszet! Viló! Amit láthatjátok, csak ennyit akartam a felállásként, ugyanis szórakozni kell. Legalább a pillangó logón megmarad. Majd találkozunk este. Sziasztok! Este van, itt van a kis Halloween-i tökünk, és elképesztően jól néz ki. Úgyhogy hihetetlen, nekem nagyon tetszik, és itt van a teteje, szerintem tegyük is bele. Várjatok, nehéz egy picit. Hát, apa segítesz, mert nem bírom a... Jaj, félek, hogy beleesik.
videózom. Wow! És tudod, miért úr? Látszik végig a fedés. Nézd. Ugye, baba, wow. Nézd. Amit láttatjátok, nagyon jól néz ki. Életem első Halloween tokja, az is kicsikét balús. De jól néz ki. Hello? Boldog Halloween-t! Ti is próbáljátok ki, elképesztően jó szórakoztatás, Vilónak az elkészítése. Ti is adjatok neki valamilyen nevet, írjátok le kommentbe, hogy ti már csináltatok el. Ilyet, hogyha csináltátok, akkor csak egy lájkot küldjetek. Hogyha majd nem, akkor meg iratkozzatok fel. Szóval nekem elképesztően tetszik, csak hát Viló is itt meg rózsaszínre van festve. Használhattam volna valamilyen kisfiúsabb színt is, és hát igen, hanem majd még lefestem újra, de jól néz ki, nagyon. Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, sziasztok, Nila voltam.